Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Minden, amit tudni kell a szekszárdi borászatokról. Karácsonyi dalok jazz feldolgozásban. Falusi Marian énekel Tamásiban. Paksi Városi Vegyes Kar idén is megtartotta hagyományos adventi koncertjét. Kisebb és nagyobb borászatok vegyesen szerepelnek abban a könyvben, amit nemrég jelentettek meg Pincemeség címmel. A szerzők szívügyüknek érezték, hogy bemutassák és népszerűsítsék a szekszárdi borvidék borászait és borait. Az első kötetbe 16 szőlészet története fért bele, de tervben van a folytatás is, hiszen még ugyanennyi borászatot be lehet majd mutatni. A szekszárdi borvidék 16 borászatát mutatja be az a könyv, amit Pincemeség címmel jelentettek meg a közelmúltban. A kötetben a borvidék borászairól és borairól olvashatunk, a rengeteg fotó pedig betekintést enged a szőlészetek milliójébe. A könyvben nem csak tényeket és adatokat lehet találni, hanem kis jegyzeteket is. Ezeknek a célja az, hogy kicsit általánosabban közelítsenek egy-egy borral kapcsolatos dologhoz, mint például a születhez, a tanyához vagy a szőlőtőkékhez. Amikor én ide kerültem Szekszárdra, az egy nagyon nyomós élmény volt, hogy itt nagyon finom borok vannak, és én is nevezhetem magamat a boroknak a szerelmesének. Nagyon szeretem az összes pincészetet, és amikor nekiálltunk ennek a könyvnek, és gondolkoztunk rajta, akkor pont az jutott eszembe, hogy nem lehet ezt úgy csinálni, hogy ne lennénk elfogultak, és sőt, ezt bevalljuk, hogy mi elfogultak vagyunk ezekkel a pincékkel. És nekünk a bor az egy szerelem, az meghatározza a mindennapjainkat, tehát egészen bátran mondhatjuk azt, hogy itt élünk Szekszárd szívében, és fantasztikus alkotókkal tudunk találkozni, és itt gondolok a borászokra, akik szerintünk mesteri munkát végeznek, és mi is próbáltunk egy kicsit egy hiánypótló kötetet létrehozni ezzel a Pincemeség című könyvvel, mégpedig azért, hogy népszerűsíteni tudjuk a borvidéket és Szekszárdot. Mi így szerettünk volna lokálpatriótaként hozzájárulni ahhoz, hogy visszaadjunk valamit annak a helynek, ahol élünk, mert mi nagyon szeretünk itt lenni Szekszárdon. A könyv 17 fejezetből áll, amik egymásra épülnek. A fejezetekben elmesélik a pince múltját és történetét, mindemellett figyelmet fordítanak a jövőbeni kilátásokra és az aktuális információkra is. Mi próbáltunk egy hasznos könyvet is létrehozni, éppen ezért kerültek bele olyan tartalmak, amelyek növelik az értékét mondjuk turisztikailag, hiszen a könyvnek az a célja is egyben, hogy ugye a turisztikát egy kicsit fellendítse itt, még több vendég érkezzen a borvidékre és Szekszárdra. Éppen ezért mindegyik fejezetnek a végén csináltunk egy hasznos oldalt, én így nevezem, amelyen feltüntettük a borászatoknak az elérhetőségeit, úgy, mint a nyitvatartást, egyéb adatokat, mekkora a pince mérete, mi a honlap címük, fenn vannak esetleg a közösségi médiában, és mindemellett pedig egy QR kódot is generáltunk ebbe a könyvbe, amit hogyha valaki az okos telefonjával beolvas, akkor az rögtön navigációt tervez az adott pincészethez. Így tulajdonképpen ez egy kis úti könyv is egyben. A könyvet elsősorban a bor, illetve a szekszárdi bor szerelmeseinek ajánlják. Szeretnék, ha minél több emberhez eljutna a kötet a városban, a borvidéken, a megyében vagy az országban. Folytatást is terveznek a könyvnek, hiszen még legalább ugyanennyi pincészet belefér egy következő kiadványba. Ismert karácsonyi dallamokat dolgozott fel a Szekszárdi Jazz Quartet. Bár az idén sem áll színpadra a zenekar, az ünnep megiklette a muzsikusokat, és egy fél lemeznyi anyagot állítottak össze a népszerű dalocskák feldolgozásából. A tervek között szerepel az anyag kibővítése és megjelentetése is.
Ezt a dalocskát ebben a formában nem hallotta még a nagy közönség. És ha a Jazz Quartet hangzására gondolunk, bizony az élet átalakította azt is az évek alatt, így hát ez az új összeállítású csapat úgy gondolta, Covid ide vagy oda, követve a jazzzenekarok szokásos receptjét, feldolgoztak néhány ismert karácsonyi dalt a maguk adta lehetőségek között. Egy kis kritikával illetem most zárójelben a kedves régi barátaimat, akik sajnos elmentek, mert ugyan mindenkinek a végrendeletében benne volt az, hogy folytatjuk. A Pista is úgy ment el, hogy mindenki folytassuk, és én meg is ígértem neki, hogy folytatjuk, de arról senki nem gondoskodott, hogy kikkel. Úgyhogy én most csak azt akarom ezzel mondani, hogy nagyot változott a világ. Manapság sokkal nehezebb olyan embereket találni, akik hajlandók arra, amit például mi is csinálunk, nyilván más műzeti ágú amatőr, idézőjelben amatőr, tehát nem profitábilis műzeti ágokban is nehéz találni embereket már, és hát csak köszönettel tartozok az ezentől a srácoknak, hogy ezt így csinálják, és már egy párszor elmondtam, hogy ez lelkesítés, érzem, hogy a Jazz Quartet tovább fog élni. Ilyen összeállítással, ezzel a hangszereléssel, tudom, hogy akik a régit hallották, azok mindig esetleg és kicsit hiányérzetet érezhetnek, hogy hát ez nem az a hangzás, a vibrafon biztosan nagyon hiányzik, nincs zongora, de így tudtuk megoldani, és én így is nagyon örülök, hogy élünk, létezünk, és tovább tudunk élni, tovább tudunk zenélni a srácokkal. Látni sok koncertet, ahol hasonlóképpen átdolgozzák, kis együttestől kezdve big bandekig lehet hallani. Egészen, hát, hogy is mondjam, a kellemes hallgatható, alig módosított felvételektől egészen modern, szélsőséges irányzatokig, tehát minden van. Hát mi megpróbáltuk úgy megcsinálni ezt, hogy hallgatható is legyen, meg valamennyire azért ez a Jazz Quartethez srácok, mivel ugye én a korom miatt veszélyeztetett voltam. A srácok úgy gondolták, hogy ők nem tétlenkednek. Kitalálták, hogy egy valahol otthon, egy alkalmas helyiségben csinálnak felvételt, és akkor jött az ötlet, hogy téli időszak volt karácsony közeletével, mi sem alkalmasabb, mint karácsonyi zenéket, olyan zenéket fölvenni, amelyek hát népszerűek, akár magyar, akár külföldi karácsonyi dalok, örökzöldek, kicsit természetesen jazzbe átültetve, és akkor ők ezt elkezdték csinálni nélkülem, és amikor megcsinálták a felvételeket, akkor mindannyian megállapodtunk abban, hogy ez egy nagyon klassz dolog volt, nagyon jól szól, mindenki folytatni kéne, és hát a kényszer az volt, hogy akkor nem volt más lehetőség. A folytatás ez már tudatos volt, hát miután én kimaradtam a dologból, mindenképp úgy gondoltuk, hogy meg kéne csinálni közösen ezt, és akkor erre most került sor, most itt a stúdióban adott volt ugye a hangtechnika. Most fölvettünk itt közösen 4 számot, 4 olyan örökzöldet karácsonyi dalt, amit gondolom mindenki ismer, kicsit jazzesítve, kicsit jazzkvártosítva, kvártettesítve. Szóval most úgy gondoljuk, hogy miután vannak még ilyen számok, amiket érdemes megcsinálni, hát mindenképp szeretnénk Jannyit felvenni, Jannyit összegyűjtenünk, később talán ki is lehetne adni. Én mindenképp bátorítom a srácokat, hogy ahogy mondtam, csináljuk meg ezt úgy, hogy legyen egy koncertnyi anyag is, akár egy arra alkalmas helyen, egy karácsonyi koncerten el lehetne ezt játszani, mondjuk jövő karácsonyra természetesen, akár templomban, olyan helyen, ami erre valóban alkalmas. Ha erre van igény, akkor mi biztosan szívesen vállaljuk ezt.
Karácsonyi fények, illatok és ízek, ezek várták a Tamásiba látogatókat, ahol Falusi Marian is fellépett. Az énekesnő elárulta, hogy az ünnepi készülődést nagyon szereti, de az, hogy a közönség miért nem karácsonyi dalokat kapott, hamarosan kiderül. Az Artisius díjas magyar énekesnőt köszöntette a nagy érdemű Tamásiban, ahol nem feltétlen karácsonyi dalokkal alapozta a jó hangulatot Falusi Marian. Hát én a tamási közösségnek már üzentem előre, hogy eszükbe ne jusson, hogy én adventi dalocskákat fogok énekelni, bár van olyan műsor, amit hiszen a Kálmán Péter opera énekes barátommal egyszer csináltunk, amin a Mennyből az Angyaltól kezdve tényleg csodálatosan szép ilyen klerikális dalok vannak, de hát nem azt akartam, hogy itt most az legyen, hiszen mindenki jól érzi magát, forralt bort iszik, fázik, szeretne egy kicsit mulatni, és azt hiszem, hogy rá kell készülni a karácsonyra, amikor aztán majd ihletett állapotban mindenki átölelheti a családtagjait, a szeretteit, de most annak volt itt az ideje, hogy énekeljünk egy kicsit együtt. Az előadók életében általában, és aki egy kicsit is empátikusabb, a karácsony azt jelenti, hogy ilyenkor megsokszorozódik a jótékonysági fellépések száma. Én tegnap előtt voltam például egy olyan idősek otthonában, ahol demenseket ápolnak, és ahova én minden évben el szoktam menni. És egy fantasztikus érzés, és tényleg nagyon sokan esetleg nehezen bírnák, hogy megkérdezem, hogy is emlékeztek, amikor tavaly itt voltam, és így néznek, mert senki nem emlékszik rá, és mindig meg kell őket győznöm, hogy szeretnek engem, és hogy én is őket, és hogy jaj, de jó, dalokra sem emlékeznek igazán, tehát ez egy komoly feladat, lélekemelő, lélekpróbáló feladat. De hát emellett természetesen ilyenkor a gyerekotthonokba megyünk, a rákos gyerekek otthonába, kórházakba, mindenhova, ahova csak lehet egy kicsit megédesíteni az ünnepet, és mássá tenni azokat a gyógyulás mindennapjait, amit ott az emberek, a gyerekek eltöltenek. Karrierje az 1983-as Ki mit tud győzelemmel indult, ahol a jazzénekes kategóriában lett a legjobb. A közönség aztán számos zenei stílusban hallatta már énekelni, hogy melyik is áll a legközelebb hozzá. Mindegyik. Szóval én azt szeretem az egészben, hogy ilyen eklektikusan tudom vinni az életemet. Én operaénekes vagyok, ehhez képest a népdaloktól kezdve a kortárs operán keresztül tényleg mindent szeretek énekelni, és ragaszkodom is hozzá, hogy a műsoraimat úgy állítsam össze, hogy ebben minden legyen. De ami a szívemhez leginkább közel áll, az a Presser Gábor féle, ez a bluesos stílus, ami szívbe markoló, és amit nagyon-nagyon jó énekelni, és meg én szerintem hallgatni is. Az ország egyik legsikeresebb duójával, az 1988-ban alakult Padödővel vált ismerté, majd később hangi adottságainak köszönhetően a zene legnagyobb mestereivel is együtt dolgozhatott. Az az igazság, hogy a Padödő a legrégebbi, tehát a Padödő egy 36 éves történet. Olyan pontosan lett pozícionálva az első perctől kezdve, tehát nem alakítottuk át, végig ugyanahhoz a zenei stílushoz, ez az eurodiszkos zenei stílushoz ragaszkodtunk, és ha valamit is változtattunk, az csak az a technikai felkészültségben volt, hogy milyen volt az első digitális lemez például Magyarországon, digitálisan felvett lemez, csináltunk formára vágott lemezt, amit még senki, csináltunk szagos lemezt, amit még senki. Tehát olyan vackokat hozzápakoltunk ehhez a dologhoz, amivel úgy gondoltuk, hogy több, de magát a stílust, azt mindig megtartottuk. Tehát tőlünk mindenki azt kapta, amit várt, és ez szerintem egy nagyon fontos állandó dolog. Technikailag és mindenileg egy kicsit próbáltunk fejlődni, de szerintem emiatt aztán tűpontosan tudják, hogy a Padödő az Padödő, hogy az micsoda, és aztán emellett meg, hogyha bármere elkalandozom, hát boldog vagyok, hogy mindent örömmel fogadnak tőlem. Falusi Mariannal a koncerteken kívül a színházban is találkozhatunk, amellett, hogy a tévéképernyőn is gyakran feltűnik egy-egy műsorban. A tévé az egy egészen más dolog. A tévében az ember egy műsorban vesz részt, abban a struktúrában megpróbál valahogy beleépülni. Éppen tegnap volt egy érdekes felvétel, a Partizánnak lesz egy olyan adása, egy szilveszteri adás, ahol a megasztárnak a történetére emlékeztek, és a producerektől kezdve a zsűrit hárman képviseltük, a Bakács, a Presser és én. Meséltünk
történeteket, aztán utánunk még jött a zenei kísérő, meg a Tilla, tehát a műsorvezetők, és így mindenki erről érdekesen mesél, szerintem egy marha jó adás lesz. Szóval igazán ott pontosan erről beszéltem, hogy ha elmegyek egy adásba, én ott egy statiszta vagyok a többiek között, többiekkel együtt. Hiába én vagyok a zsűri, akkor is ott egy szereplő vagyok. A színpadon ott van egy előre kitalált valami, egy színdarab, amiben részt veszek, és amiben jó esetben embert próbálok, tehát például a Menopauza című darabban azt hiszem 22-szer öltözünk át, ott a Hernádi Judittal, a Nárai Erikával és a Tóth Jenikővel vagyok együtt négyen, és a zene, tehát a koncertek, azok pedig az én kreálmányom, azt én választom, én találom ki a miértjét, hogy mit miért énekelek. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez a legizgalmasabb, és ez a legsokrétűbb feladat. Az énekesnő fontosnak tartja a másokon való segítést, nincs ez másképp a szeretet ünnepén sem, karácsonykor is számíthatnak rá azok, akik úgy érzik, szívesen kiöntenék a lelküket valakinek. A gyerekkoromban csodálatos karácsonyaim voltak, aztán úgyis, amikor nőttem fel akkor is, amikor elvesztettük apukámat, akkor már egy kicsit meghittebb volt még inkább az anyukámmal, de valahogy az az igazság, hogy amikor mások karácsonyoznak, amikor mások ünnepelnek bármit, és akkor mi a színházi emberek, színpadi emberek szerepelünk, és én például még annál is jobban, a Györgyivel együtt szoktuk a rádióban vezetni ezt a karácsony esti műsor, tehát 24-én én délután 4 és 8 óra között bennülök a rádióba, és mint egy lelki elsősegély hallgatom a betelefonálókat, és hogyha valakinek nem sikerült, akkor még 25-én is ott leszek, tehát ez két napon keresztül, de ez lesz majd szilveszterkor is, meg minden ilyen sátoros ünnepen, tehát én szeretek helytállni akkor, amikor más pihen. Amikor más pihen, akkor mi dolgozunk. Ez egy sajátságos dolog. A karácsony az pontosan ugyanilyen, nem különbözik. Lesz szép fám, szeretem díszíteni a lakást, szeretem a karácsony külsőségei, azok nagyon megdobogtatják az ember szívét. Tehát szeretem, ez a legfényesebb ünnep tulajdonképpen, úgyhogy tök jó. A Paksi Városi Vegyeskar idén is megtartotta hagyományos adventi koncertjét a helyi evangélikus templomban, ahol időutazáson vehetett részt a közönség, ugyanis a reneszánsz kortól napjainkig hangoztak el karácsonyi énekek. A fesztiválkórus minősítésű nemzetközi ezüstdiplomás együttes jövőre ünnepli 45. fennállását. A Paksi Városi Vegyeskar kellemesen csengő énekhangja zengte be a Paksi Evangélikus templomot, ahol meghitt karácsonyi dallamok társaságában hangolódott a közönség az adventre. Már több évtizedes hagyománya az énekkar életében az adventi koncert. A műsoron mondhatnám, hogy a kedves közönség kicsit egy időutazáson vesz részt. Lesznek darabok egészen a reneszánsz kortól napjainkig, sőt lesz három darab, ami kortárs zeneszerzőtől származik, az egyik angol John Rutter zeneszerzőről, a másik pedig a lengyel Henrik Ján Botor nevű zeneszerzőtől való. A darabnak, az a koncertnek, a repertoárnak a fele az közismert dallamokra épül föl, mint a világ minden táján a klasszikus karácsonyi dallamokat feldolgozták különféle átjáratóban kórusművek formájában is. Ugye ezeket lehet hallani médiában már szinte november közepétől. Tehát biztos vagyok benne, lesz a közösségnek olyan darab, ami ismerősen fog csengeni. Hú, ezt hallottam valahol a rádióban, majd közben autóban, vagy akár bevásárlóközpontban is. A koncertnek az érdekessége, vagy ami kiemelkedő, hogy főként magyar nyelvű darabokat énekelünk, de lesz benne idegen nyelvű is. Egy latin énekkel fogunk majd kezdeni, és fogunk énekelni oroszul is Rachmaninov zeneszerzőtől a Bogorodice Gyévó című művét, mely az orosz vesperásnak az egyik tételé származik, az egyik tétele, és ez a mű, ez egy Ave Maria tulajdonképpen, az angyel üdvözlet témáját mondja el orosz nyelven, és hát tudjuk, hogy az angyel üdvözlet az adventnek egy szoros része, tehát ilyenkor védte Gábriel arkangyal a hírét a Szűz Máriának, hogy kis Jézus fog születni. 2020. szeptember 1-je óta vezetem a vegyeskart. Hirtelen jött a kérés, mert az előző Karnagyok Újházi Krisztina pont 2 évvel ezelőtt tartotta az utolsó koncertjét a kórussal, ami szintén egy adventi koncert volt itt ebben a templomban, és őneki külföldi munka lehetőség miatt el kellett utaznia.
és ez egy hosszú távú munkalehetőség, és ezért megkeresett nélkül Márta az Egyesület elnöke. Jó magam Dunavecséről származom, ott élek családommal, ott vezetem a Dunavecsei Város Vegyeskart is egyben, és ő fölkért, hogy vállaljam el a kórusnak a vezetését. Szeptember 1-én kezdtem, én az előbb említettem. Érdekes volt a kezdés, mert ahogy elkezdtük a személyes próbákat, két hónappal később ugye jött a lezárása, úgymond karanténos időszak. Próbáltam a kórust egy kicsit másik irányba elvinni, bevittem őket a digitális világban. Megtartottuk hétfő esti próbaidőpontokat, online tartottuk különböző kommunikációs alkalmazásokon keresztül a próbát. Ugye hát ezek a próbák nem voltak olyan aktívak, mint a személyes próba. Itt főleg a szólamok tanulására ment rá a hangsúly. Ők ültek ottan a számítógép előtt, én pedig próbáltam nekik énekelni, és így egy meglévő tudatalatti tudást elő tudtam később hívni. Mondhatni, hogy a nyári filmzenés koncertünkre, amit tavaly nyáron tartottunk, a felkészülés 75%-a így történt, és előtte másfél hónappal személyesen tudtuk összerakni a darabokat. Az Egyesület munkáját, fellépéseit Nikli Márta elnök több mint 14 éve vezeti, szervezi. Az utóbbi néhány évben fontos céljuknak tűzték ki a kórus megújítását és fiatalítását. Jelen vannak több városi rendezvényen is. Koncertjeik sokszínűek, szívesen énekelnek bordalokat, népdalfeldolgozásokat, populáris műfajban musical és filmzenéket, valamint egyházzenei feldolgozásokat, oratóriumokat. Gyakorlatilag erre a napra már 2020. szeptembere óta készülünk, hiszen ugye 2020. decemberében sajnos a járványhelyzet miatt nem tudtuk megtartani a hagyományos adventi koncertünket, ezért akkor egy karantén videóval kívántunk boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket a közönségünknek. És hát gyakorlatilag ezt követően ugye júniusban egy filmzenés koncertre felkészültünk, majd szeptemberben újra elővettük a karácsonyi dalokat, és szeptember óta hétfőnként, ugye 6 és 8 óra között van a zeneiskolában kórus, azóta készülünk gyakorlatilag erre a karácsonyi koncertre. 2017 óta énekelek a Városi Vegyeskarban, azt megelőzően általános iskolában és középiskolában is mindig énekeltem az iskolai kórusokban. Az egyetem alatt volt egy rövid kihagyás, és 2017-ben csatlakoztam a Városi Vegyeskarhoz. Egyébként édesapám is 20 évig a Városi Vegyeskarnak a tagja volt, sőt elnöke is volt hosszú időn keresztül, úgyhogy így családi kötődés is van, sőt nem csak édesapám, hanem az összes testvérem. Úgyhogy ez családi hagyomány mondhatni. A mai napon vegyes, tehát ismertebb és kevésbé is ismertebb karácsonyi dalokkal készültünk. Nekem személyes kedvencem Bárdos Lajos karácsonyi bölcsődala, de énekelünk például John Rutter kortár zeneszerzőtől, angol zeneszerzőtől is két darabot, ami szintén nagyon szép, és nagyon szeretjük, én személy szerint is nagyon szeretem. Az elmúlt másfél év sajnos nem kedvezett a tolnai ifjúsági fúvolzenekarnak, hiszen a fellépések elmaradtak, és próbálni sem tudott az együttes. Idén a szerencse melléjük állt, így a banda újra elkápráztathatta a közönséget.
Ez volt az év utolsó kultúrszobája. Minden kedves nézőnknek boldog új évet kívánok a Tolnatáj és a Pannon Televízió minden munkatársa nevében. Viszontlátásra!